a civil koordinációs testülettel, hogy csinálunk egy ilyen képzést arra, hogy hogyan kell jól online segítést csinálni, online konzultáció, szupervízió, terápia, stb. Aztán így a visszajelzésekből, amiket kaptunk, abból az derült ki, hogy inkább amire most egy első körben szükség van, az egy ilyen tapasztalatcsere a szakemberek között, hogy így mindenki megossza az élményeit, tapasztalatot, hogy mi működik. Ez egy annyira új helyzet egyébként is, hogy valószínűleg senki nem tudja most így a bölcsek kövét felmutatni és elmondani, hogy hogyan kéne ezt optimálisan vagy legjobban csinálni. De hogy aznak mindenképpen szerintem van egy hozzáadott értéke, hogyha az ember, mindenki elmeséli azt, hogy mi történt az elmúlt időben, hogy tudja ezt a kommunikációs szakadékot áthidalni gyakorlatilag, ami most ezzel a válságban született. Csináltunk egy kis kérdőívet is egyébként, ugye azt is kitöltöttétek, amiből érdekes dolgok kiderültek a számunkra, például az, hogy a szakembereknek a jelentős része az elég jó felhasználói ismeretekkel rendelkezik, ami az internet használatot, számítógép használatot illeti. Ugyanakkor, ami ezen túlmutat, tehát ami egy ilyen alap számítógép felhasználói vagy véghasználói ismereteken túlmutat, abban már azért jóval vegyesebb a kép. Van, aki még például soha nem tudott meg oldalon, Facebook oldalon anyagokat, van, aki még soha nem vett részt online csoport foglalkozáson, vagy nem tud igazából sokat arról, hogy milyen szoftveres ismeretek kellenek ehhez, tehát vannak azért itt elég jelentős hiányosságok. És hát az is érdekes, hogy hogy mivel kapcsolatban volt a legnagyobb igény arra, hogy miről akartok a leginkább hallani. És hát ugye itt az első körbe végzett az, hogy a tapasztalatoknak és a jó gyakorlatoknak a megosztása, erre mindenki nagyon kíváncsi, illetve hogyan lehet a klienseket elérni, és online térbe átvinni és mobilizálni. Aztán, hogy hogyan lehet jól csoportot csinálni online, és hogyan lehet ezt egy online térben jól működtetni, online szupervíziót és online kommunikációt is. És hát érdekes kérdéseket is feltettetek, például, hogy miben más az online konzultáció, mint a személyes, mikor van szükség személyes találkozásra, mikor lehet online, hogyan lehet megteremteni a jelenlétet egy online konzultáció során, hogyan lehet online krízis helyzetben lévőnek segíteni, visszaesést, relapszust megelőzni az online térben, akkor hogy kell-e, vagy van-e szakmai protokollja az online segítésnek. Aztán volt, aki kérdezett arról, hogy milyen adatvédelmi, hogyan kell az adatvédelmi szabályoknak eleget tenni, EU, GDPR-nek hasonló, akkor hogyan lehet online szupervíziót kérni, illetve hát volt egy jó pár kérdés így a forrásokkal kapcsolatban is, hogy hogyan lehet pénzt szerezni, annyi ezzel kapcsolatban lehet, hogy nem itt fogjuk elmondani a frankót, vagy nem mi vagyunk azok, akik ezt el fogjuk tudni mondani. És akkor ez a beszélgetés, ezt úgy terveztük, hogy ez körülbelül egy másfél órás lesz, és hát ez először egy ilyen moderált beszélgetést terveztünk, ahol néhány szakember fogja megnyitni ezt az eszmecserét, akik először elmondják a saját tapasztalataikat. Arra kérem őket, hogy olyan 5-10 percben próbálják meg ezt összefoglalni, és akkor utána kinyitjuk ezt a beszélgetést, és utána mindenki tud majd interaktívan kérdezni, illetve hát egyébként miközben az embereink beszélnek, aközben is tudtok, van egy ilyen chat lehetőség, tehát hogyha ott lenéztek ott az ablakon, van egy ilyen chat, és akkor oda igazából be is tudtok írni kérdéseket, tehát akinek esetleg így közben eszébe jut valami, az oda is be tud írni kérdéseket. És hát akik ugye az első ilyen nyitó beszélgetésnek a résztvevői lesznek, az Bajzát Sándor, addiktológiai konzultáns, Pelbát Gergő a Kékponttól, Szepesi Anikó Drogstoptól, Szemelyác János az Indittól, és Varga Dani a Konkáv Egyesülettől. Minden úgy próbáltuk így kiválasztani az embereket, hogy mindegyik valami kicsit egy más módon, vagy más perspektívából tudja erről a dologról elmondani a tapasztalatait.
Azt hiszem, hogy bevezetésnek ennyi. Nem tudom, hogy van-e valakinek, mielőtt elkezdenénk az egészet, van-e valakinek kérdése, vagy én annyit, véleménye? Csak annyit mondanék, hogy ugye azt hiszem benne volt a tájékoztatóban, de csak hogy biztosan tudjatok róla, hogy belső használatra én ezt most felveszem azért, hogy azok, akik nem tudtak csatlakozni, munkatársak ezt meg tudják nézni, de ezt nem hozzuk nyilvánosságra, csak hogy nekik ez meg lesz, csak hogy ezt tudjátok. És, ja. Így van. Okay. Tehát voltak olyanok, akik jelezték, hogy nem tudnak részt venni, és kérték, hogy küldjük el nekik a videóanyagot, és akkor azt elküldjük nekik. Akik részt vesznek, például én majd attól függetlenül kaphatok anyagot? Persze. Mindenkinek elküldjük, aki regisztrál. Jó, köszönjük. Jó. Akkor, hogyha nincs kérdés több, akkor szerintem kezdjünk is bele, vagy vágjunk is bele a dologba. És hát akkor először a Bajzit kérném meg, hogy beszéljen az ő tapasztalatairól, hogy az ilyen csoportos foglalkozások online térben, ezek hogy tudnak működni, mik a nehézségek, hogy látod? Hallasz minket? Az előbb még itt volt pedig. Le van némítva. Na, igen, mindjárt. Pistér, bocsánat, igen, mert lenémítottam magamat, ezt így szoktuk csinálni csoporton, hogy ne legyen túl nagy a háttérzaj. Szóval Bajzát Sándor vagyok, addiktológiai konzulens, és én így szoktam dolgozni csoportokkal is, kórházba, Nyírő Gyula addiktológiai osztályán csinálok csoportot, illetve az Orci Klub szenvedélybetegek nappali ellátásában, illetve van magánpraxisom is, ahol egyénekkel, meg családokkal dolgozom. És hogyha most itt a csoportról vonatkozott a kérdés, hát én jelen pillanatban úgy, mint szakember nem csoportozom. Arról a tapasztalatomról be tudok számolni, hogy milyen nekem, mint felépülő függőnek önsegítő közösségbe járni, szóval, mert az Péter ezt így kérted is, hogy erről beszéljek. Így van. Tehát akkor van egy szakmai oldal, meg van egy személyes oldal, tehát hogy az önsegítő közösségek, és itt gondolok most az anonim alkoholistákra, vagy a Narcotics Anonymousnak a gyűlései, de mondhatom ezt egyébként az SLR-ra, a szexfüggők csoportjára, hogy elég hamar áttértek mondhatni, hogy zökkenőmentesen az online térbe. Én úgy látom, hogy nagyon gyorsan és nagyon jól alkalmazkodtak ezek a közösségek ez a helyzethez. A Narcotics Anonymous pillanatok alatt csinált előfizetés például a Zoom-ra, és tehát, hogy van egyfelől egy nehézség, hogy személyesen nem lehet mondjuk találkozni, nincs meg a személyes találkozásoknak, meg az öleléseknek az a varázsa, ami a hétköznapokban korábban megadódott, viszont nyíltak ebben például új perspektívák is. Tehát most gondolok arra, hogy naponta csak az NA-nak legalább 10 gyűlése egy nap, de lehet, ezt nem számoltam konkrétan össze, de rengeteg, és megvan az a lehetőségem, mondjuk nekem is, hogy nem csak arra a gyűlésre jussak el, mondjuk amire egyébként szoktam, mondjuk egy normális hétköznap, ami hozzám mondjuk térben, időben leginkább elérhető, hanem bármikor becsatlakozhatok az ország bármelyik pontján lévő önsegítő csoportnak a gyűlésére, tehát hogy mondhatom, hogy végig is látogathatom, és ennek van még egy olyan oldala, hogy egyébként, hogyha valaki kicsit is beszél nyelveket, különös tekintetre itt az angolra gondolok, akkor meg egyszerűen a gyűléseknek a lehetősége szinte végtelen. Tehát gyakorlatilag az összes ilyen anonim gyűlés áttevődött online platformra, és ebből adódóan bármikor megvan az a lehetőség, mondjuk Amerikába, vagy Új-Zélandra, vagy Sydneybe, vagy bárhol elmenjen az ember egy ilyen gyűlést mondjuk megnézni. Szóval egy csomó új tapasztalatot lehet ilyenkor szerezni, egy csomó új kapcsolatot, egy csomó más embernek a megosztását lehet hallgatni, illetve erre például az NA-ban egy pár ember úgy föl is készült, hogy csináltak például az USA-ban egy úgynevezett ilyen 4000 kilométeres turnét, hogy itt viszonyítva a magyar időpontokhoz minden este egy más amerikai városnak a gyűlésére úgy becsatlakoznak, hogy az közben, aki az angolul tudók, azok csetben fordítják is. Szóval ez is egy ilyen nagyon izgalmas dolog. A nehézségek, nyilvánvalóan vannak technikai nehézségek, amik egyébként áthidalhatóak,
át kellett írni egy csomó forgatókönyvet a gyűléseknek, a tudjátok, ahogy ez lezajlik, van egy ilyen ceremóniája, meg a felolvasás, hogy mi hogy van. Aztán vannak benne ebben például nehézségek, ez nálunk mondjuk még annyira nem jött ki, de hallottunk külföldről ilyen rossz tapasztalatokat, hogy miután ezek a gyűléseknek a Zoom linkjei, mondjuk, vagy BlueJeans, vagy Skype linkek nyilvánosak, ezért gyakorlatilag bárki becsatlakozhat, ami egyfelől nagyon klassz dolog, de megvan annak a veszélye is, hogy trollok is bekeveredjenek, és erre már amerikai példák voltak, hogy ebből adódóan mondjuk elkezdtek mondjuk ott a gyűlésen idegenek becsatlakozva mondjuk másokat zaklatni, tudjátok, tehát hogy fotókat, képeket küldözgetni mondjuk lányoknak. Ez mondjuk viszonylag nehezen kivéthető, de például erre jó lehetőség arra, hogy megkérik, hogy azok maradjanak benn mondjuk a gyűlésen, akik bekapcsolják a kamerát, hogy legalább az arcukat, meg a nevüket, vagy amit is adják ahhoz, hogy ott vannak a gyűlésen. Szóval én úgy látom, hogy egyenlőre ezek a gyűlések nagyon jól zajlanak, ami pedig az én személyes munkámat illeti. Tehát, hogy én most jelen pillanatban nem csoportozom úgy abban a formában, ahogy szenvedélybetegekkel korábban tettem a nyírőbe vagy az orciba. Ez egy kérdés, hogy miért nem, az nem tudom, hogy mennyire lehet. Tehát, hogy még nem vettem ilyen formában ilyenen részt. Úgyhogy ebben például én nagyon várom így a ti tapasztalatotokat, hogyha van közöletek olyan, aki ezt úgy csinálja, hogy lehet ezt csoporton moderálni, hogy lehet mondjuk egy társcsoportvezetővel így együtt dolgozni, hogy működik ez az egész. Én nekem erre nincsen tapasztalatom. Az online gyűléseknél ez relatíva könnyebb, mert ott van egy megszabott időintervallum, amin belül lehet beszélni, és ott tudjátok, monológok formájában mennek a megosztások, de úgy, ahol így közben lehet kérdezni, meg mit tudom, azt például nem tudom, hogy online térben, hogy kivitelezhető, úgyhogy ez nekem is hasznos lesz, hogyha erre hallok jó javaslatokat. Ami a munkám másik részét illeti, az egyéni konzultációkat, vagy akár a családi konzultációkat, azok meg gyakorlatilag ugyanúgy zajlanak, mint korábban. Picit csökkent a klientúrának a száma, de nem számottevően, tehát hogy ugyanúgy elég sok munkám van. Mondjuk egyharmadával lett kevesebb, mint korábban, de lehet, hogy az idő előre haladtával meg többen fognak majd jelentkezni. Szóval egyelőre nekem így a tapasztalataimnak közel se olyan rosszak, mint azt eredetileg én úgy gondoltam. És hát most így ennyi hirtelen, de nyilvánvalóan, hogyha bármilyen kérdés bennetek felmerül, akkor nagyon, nagyon szívesen válaszolok. Akkor még fölmerült ott, azt említette Péter, hogy jönnek a kliensek, hát valahogy ugyanúgy jönnek, mint ahogy eddig. Hallomásból, meg a cikkeim alapján, meg netről. Szóval voltak olyanok, akik egyébként abba hagyták a konzultációs folyamatot úgy, hogy majd találkozunk újra akkor, amikor majd újra lehet személyesen. Tehát azt mondták, hogy számukra elég idegen ez az online forma, és emiatt ott abban maradt egyfajta munka. De én úgy látom, hogy közben megjönnek újabb kliensek is, és illetve a klienség egy jelentős része meg úgy egyértelműsítette, hogy szeretné folytatni, és számukra ez nem probléma, hogy online folyik a munka, sőt azon lettek volna meglepődve, hogyha én továbbra is mondjuk a személyes találkozást erősítem, ami messze menőkig távol áll tőlem. Úgyhogy most így röviden ennyi, de mondom, bármikor, bármilyen kérdésre nagyon szívesen válaszolok. Oké. Köszönjük, és majd a végén lesz is lehetőség kérdezgetni, meg beszélgetni. Hát igen, ahogy szokták mondani, hogy minden válság egyben lehetőség is, és hogy ez a válság, ez talán elindít olyan folyamatokat is, amik már akár, hogy mondjam, már kellett is volna, hogy elinduljanak. És hát a következő szakember, aki beszélni fog, az a Kékpontnál dolgozik, Pálvád Gergő, akik már így eddig is azért az online térben elég sok tevékenységet folytattak. Most meg, ha jól látom, akkor eléggé ilyen turbófokozatba kapcsoltátok ezt az online munkát, mert ugye van egyrészt, most indult el ez a tépőzár kampány, nem olyan régen, ami ugye a cannabis fogyasztókat célozza meg van ez az alkohol és drog karantén, tehát Gergő, légy szíves, számolj be nekünk arról, hogy ezzel kapcsolatban milyen tapasztalataitok vannak.
Sziasztok! Mi körülbelül 3 éve indítottunk egy levelezésen alapuló online konzultációs lehetőséget, amit úgy kell, vagy úgy képzeljétek el, hogy egy központi e-mail címre jönnek be anonim módon az új levelek, amit egy dispatcher utána a többi konzultánsnak tovább küld, attól függően, hogy ki éppen mennyire leterhelt, meg milyen végzettsége van, mi az, ami azok a kliensek, akikkel általában jobban szokott menni a munka. És akkor mi egy hetes válaszidőt adunk meg. Tehát, hogy nagyjából egy ilyen heti egy-két levélváltás történik ilyenkor a kliensekkel. Az a tapasztalat, hogy használják eléggé, közben vagy most egy fejből nem tudok statisztikákat mondani, de majd előveszem ezeket, hogyha ezek érdekesek. Tehát jönnek új bejelentkezők, és nagyon hasonló statisztikákat kapunk, mint a személyes megkereséseknél, tehát hogy általában sokkal több nő jelentkezik hozzátartozóként, mint férfi, főleg alkohol és kanabisz miatt keresnek meg minket. Elég sok az egyéb téma, akár a bántalmazás, vagy ilyen más hátrányos helyzet, anyagi nehézségek, stb. És hát ez a levelezési forma, ez egy ilyen aszinkron dolog, tehát hogy a kliens elküldi a levelét, és utána, mire én válaszolok, addigra ő más állapotban van, azért egy kicsit ilyen szoftosabban fogalmazunk, és nem megy annyira mélyre, tehát ilyen kognitív elemeket, meg ilyen viselkedés terápiás elemeket jobban használ, meg a sima személyközpontú megközelítésnek az ilyen empátiás visszatükrözéseit, úgyhogy próbálunk azon a szinten kommunikálni minden tekintetben, ahogy a kliens. Ami még ilyen online szempontból érdekes lehet, az a Száraz November kampánynak ez az önsegítő fóruma a Facebookon, ami igazából teljesen a kampány résztvevői moderálnak már, tehát hogy ez igazából a kék pont nem is szól bele egyáltalán ennek a működésébe, ez teljesen önjáró, ők a résztvevők hozták létre. Most, amit még a járványhelyzetre reakcióként tudtunk adni, az a alkohol, drog, karantén önsegítő fórum, ez is a honlapon keresztül elérhető, és itt is próbáljuk inkább az önsegítésnek a technikáit használni, tehát hogy a moderátorok, akik részt vennek a kék pont, részt vesznek a kék pont oldaláról ebben, inkább a csoport folyamatokra reagálnak, hogyha az empátia sérül valahol, akkor közbeavatkozunk, hogyha valakit megtámadnak, vagy nem értenek meg, hogyha a hitelesség sérül, akkor avatkozunk közbe, tehát hogyha valaki nem a saját nevében beszél, de hogy inkább arra próbáljuk ösztökélni az embereket, hogy valahogy közösségként tudjanak funkcionálni. Nekem most egyelőre az a megélésem, hogy így jelentkeznek az emberek, regisztrálnak, de lehet, hogy ezt egy kicsit erősebben kell facilitálni, vagy valahogy úgy jobban jelezni a moderátorok részéről, hogy jelen vannak, és akár biztatni az embereket. Tehát valószínűleg sok az ilyen néma szemlélődő ezen a felületen. A tépőzár kampány az gyakorlatilag akkor indult majdnem, amikor ez az egész járvány úgy kezdődött, úgyhogy azt szerintem azt egy kicsit elvitte most a járvány okozta első sokkal, nem ez lett az embereknek a prioritása.
ami pedig az átállást illeti, a személyes konzultációba járó kliensek átvitele online-ba. Elég én azt tapasztaltam, hogy a kliensek nagy része megmaradt, nagyon sok lehetőséget ajánlottunk fel nekik. Levelezést, van akivel csetelek, van akivel skype-olok, van akivel telefonon, de hogy a Kékpontban próbáltunk ezt nagyon proaktívan hozzáállni, hogy én már néha azt éreztem, de hogy ez az én részem, nem tudom, hogy a többiek mennyire hívogatták a klienseket, de hogy már valakinél azt is éreztem, hogy egy kicsit túltolom, de hogy eléggé nagy arányban megmaradtak a kliensek. Bennem van egy ilyen fantázia, hogy azért ez az online forma személyes kapcsolat nélkül egy idő után megfárad. Úgyhogy nem tudom, hogy mennyire lesznek kitartóak a kliensek. Aki eddig is vette az akadályokat, azt látom, hogy ezt is veszi. Aki meg nehezebben küzdött meg az élet kihívásaival, ő pedig ezt a kihívást is most nehezebben veszi. Még annyi, hogy az alkohol és drogkarantén ötlete a Rácz professzor úrtól származik, úgyhogy lehet, hogy ha esetleg ő így ki akarja egészíteni a Kékpont oldaláról, amiket én mondok, akkor az lehet, hogy érdemes. Persze, ha szeretné, akkor nyugodtan. Egyébként a munkatársaknak így az időmenedzselésére, hogy látod, hogy ez mennyire van befolyással ez az online átállás, mert én azt veszem észre, hogy talán sokan arra számítottunk, hogy majd több időnk lesz, hogyha átállunk az online kommunikációra, de én most egyre inkább azt látom, meg hallom, hogy így az emberek egész nap ott ülnek a képernyő előtt, és még sokkal többet dolgoznak, mint korábban. Igen, hát nekem is van egy olyan megélésem, hogy sem, tehát hogy nem érzem pihentetőbbnek ezt a dolgot. Az ülések száma az nagyjából ugyanannyi, sőt, még annyi nehézséget vettem észre, hogy egyszerűen ezek a segítő, támogató azonnali pozitív visszajelzések, amik jönnek a munkatársaktól, ezek most nincsenek. Úgyhogy egyszerűen a konzultációs folyamatban természetesen keletkező bizonytalanságot is sokkal jobban kell tartalmazni segítőként, ami egy ilyen plusz elbizonytalanodást, meg fáradtságot tud okozni, úgyhogy én most a héten kerestem intervíziós csoportot még a meglévő szupervízió mellé, mert egyszerűen kellenek ezek a valahogy pótolni kell ezeket a pozitív visszacsatolásokat, amik így kiesnek, mert szerintem tehát a legtöbb embertől azt hallom, hogy nem csökkent a munkamennyiség, ami a beosztást illeti, ott én abba állapodtam meg mindenkivel, volt erre egy igény a kliensek részéről, hogy ami az eddigi keret volt, tehát az időpont pontosan ugyanakkor járnak, még hogyha valaki tehát eddig reggel 8-ra járt, most megtehetné, hogy később kelljen, de neki is az volt az igénye, hogy inkább legyen ugyanúgy reggel 8-kor Skype-on. Jó, hát köszönjük. Igen, Rácz professzor jelezte, hogy nincs kiegészíteni valója. Bocsánat, lenémítottam magam véletlen. Szóval, hogy a Drogstop Egyesületnek is ugye elég régóta vannak tapasztalatai ebben a témában, és ha jól tudom, itt van velünk most Anikó, Szepesi Anikó. Látszom. Itt vagy? Látszol, igen. Hogy nektek így milyen változásokat hozott most ez a járvány, és milyen jó tapasztalatokat tudsz megosztani a többiekkel? Igazából a változást az a gyors átszervezés, tehát hogy kellett reagálni arra, hogy ami az első hetekben volt, hogy fogadjunk, ne fogadjunk, kit fogadjunk, mikor megyünk be, mikor nem megyünk be. Ennek volt egy ilyen kis átmeneti időszaka, amíg ez így rendeződött, amíg ki tudtuk azt mondani, hogy nem vagyunk azon a súlyossági fokon, hogy személyes ellátást biztosítsunk, és ezért
mindenkivel továbbra is, vagyis hogy folytatjuk a csak telefonos és csak online konzultációt, és az online az jelenti az egyéni konzultációkat is, és az esetleges csoportos foglalkozást, konzultációt is. Ugye ennek is kellett, ugye a legnehezebb volt a technikai beállás erre az időszakra. Ami nekünk szerintem könnyebb, mint másoknak, hogy eleve 25 éve mindig telefonon kezdődik nálunk a kommunikáció, tehát a bejelentkezés, a kliensfelvétel, és inkább az utóbbi években nekünk ahhoz kellett adaptálódni, hogy személyesen jönnek, személyesen jelentkeznek, nyitvatartási időbe lépnek be a hozzánk fordulók, úgyhogy viszonylag ez kevesebb trauma. Ugyanakkor nyilván itt van az a, én is írtam azt a kérdést, hogy például oké, de aki így használ, vagy leszeretne állni, ő hogyan fog minket megtalálni technikailag? Tehát, hogy mi az a felület, ahova tényleg mindig el lehet érni, meg lehet rá jelentkezni. A telefonon továbbra is ugyanannyi megkeresés érkezik egyébként, és pont ugyanazokban a témákban, tehát az, hogy rosszul vagyok, vagy leszeretnék állni, vagy kíváncsiak, hogy hova lehet még fordulni, tehát akár közel, ez nagyon érdekes egyébként, hogy hiába az online vagy az online tér, továbbra is keresik azt a hozzánk fordulók, hogy kik vannak az ő régiójukban. Tehát, hogy nekünk például eleve a zöld szám, az országos lefedettségű, és a szakembereket mégis jobban szeretik a saját környezetükben a használók, illetve ugye megnövekedett a hozzátartozóknak a megkeresése, ami abban a tekintetben nehezebb, hogy az is kiderült, hogy telefonon bárki tud bármennyit beszélni. Ez egyébként akkor könnyű, hogyha el tudsz szeparálódni. De hogyha nem tudsz otthon elszeparálódni, tehát megvoltak azok az időszakok, amikor tudtuk, hogy amikor inkább használó, kipróbáló, vagy egy buliból telefonálnak ártalomcsökkentés, vagy rosszulét miatt, és mi az az időszak, amikor a hozzátartozó. Ugye most mindenki nagyjából egy légtérben van, illetve hát megvan az, hogy sokkal nagyobb a szorongása a távol élő hozzátartozóknak. Azáltal, hogy mi történhet, sokkal több a fantázia, meg a pánik, meg a kétségbeesés, hogy aztán abszolút tehetetlenek. A technikával pedig az van, hogy aki konkrétan valamilyen függőségben van benne, ők remekül használják a technikai eszközöket, és hogy viszont aki szülő, ő már sokkal kevésbé. Tehát, hogy itt nehezítve van az, hogy mert például nálunk mondjuk az egyéni az általában Skype-on van, tehát már régóta megvan ez a bejelentkezési lehetőség fix időpontokra. Ugye ez most így változik, és rugalmasan is lehet időpontokat egyeztetni és kérni a kollégáktól. A csoport, azt mondjuk konkrétan a kollégák elmondták a tapasztalataikat, például az elterelés csoportokról. Ezt elkezdték Zoom-on tartani, azt mondták, hogy kiválóan működik, de nyilván azért, mert hogy itt van egy precíz adategyeztetés. Tehát, hogy megvan az, hogy el lehet küldeni a linket, megvan az, hogy melyik időpontban, ami időpontra már felkészültek, és akkor bekapcsolódnak. Annyit érdemes elmondani, hogy kellett, létrehoztak egy úgymond új etikai szabályozást, egyrészt a résztvevőkkel együtt, másrészt a kollégák, amik hasonlítanak ahhoz, amit a Bajzi is mondott, hogy például itt kivételesen fontos, hogy mindenki látszódjon. Akkor az is egy feltétel, mivel ez egy egy titoktartásra alapuló csoport, például egy elterelés csoport, egyedül legyen a helyiségben, próbálja meg megoldani. És tehát arccal, egyedül, tehát ne legyen bent barátnő, anyuka, senki, mert nem csak a maga a csoport kevésbé működik akkor, ugye, hogyha ott van valaki más, de ugye a többieket is védeni kell, a csoport többi résztvevőjét ezáltal. És az is, hogy például hiába vannak otthon, ez egy kérés, hogy mindenki legyen felöltözve, ne pizsamába, lehetőleg ne akkor kávézzon, vagy egye meg a vacsoráját. Tehát egy kicsit behozni azokat a csoportszabályokat, legalábbis nálunk ezzel próbálkoznak, mert azt érezték, hogy jobban egybe legyen, és bizonyos dolgok jól működnek, tehát átmennek, tehát lehet így létrehozni ezt a
erőteret kvázi, és bizonyos dolgokra meg nehezebb reagálni, mint ahogy mondjuk most is nálam így pont nem látom magam, vagy nem látom mindig azt, aki megszólal, tehát nehezebb reagálni ezekkel a nagyon spontán reakciókkal. Tehát az egy kicsit rá kell tanulni egy másfajta metódusra a résztvevőknek is, meg a csoportvezetőknek, illetve még annyi, hogy igen, oda kell erre figyelni, hogy a csajozás, tehát hogy ne tegyük ki a csoport résztvevőit a csoport többi tagjának. Tehát hogy hogyan, hol van az a felelősség, hogy megvédeni, mint vezető a többieket. Hát, ja igen, és bocsánat, a telefonhoz még van ennyi ötlet, de ez az A-ból van, meg az N-ból, hogy ha nincs szoba, akkor, de van autó, akkor üljenek ki az autóba. Beszélni vagy konzultálni. Ez mondjuk, tehát akkor te nagyon szépen tisztán látszol és hallatszol most. Egyébként nagyon érdekes dolgokat mondtál. Egyrészt az is szerintem tök érdekes, hogy ugye a hozzátartozók gyakran nem rendelkeznek ugyanazokkal a internetfelhasználói lehetőségekkel, meg képességekkel, úgyhogy ott akkor egyértelműen van egy ilyen hiányosság. Meg amit itt mondtál, ezről az etikai szabályok kidolgozás, ugye ez is volt egy kérdés, hogy vajon van-e, vagy kell-e ilyen protokoll, szakmai protokoll az online segítésre. Szerinted egyébként hasznos lenne egy ilyen egységes valamiféle szakmai protokollt kidolgozni, vagy ezt minden szervezetnek magának kéne? Szerintem tehát hogy adjon egy irányvonalat, mindenképpen hasznos. Amikor a telefonszolgálatok megpróbáltak egységes protokollt kidolgozni, kiderült, hogy a lelkisegélyek tudnak egységes protokollal dolgozni, de például már úgymond réteg telefonszolgálatok, ami mondjuk a drog vagy alkohol, már nem annyira, mert megvan a saját specialitása, de szerintem mindig azt mondjuk, hogy azért legyen protokoll, és minél szélesebb körben elterjedt, mert az annál nagyobb védelmet ad a dolgozóknak is, a klienseknek is, annál kevesebb önálló döntést kell hozni, ezt most vegyétek jó értelemben, tehát hogy van egy olyan fajta vonal, amire rá lehet támaszkodni. Tehát hogy mondjuk például nálunk a telefonban nagyon szigorú szabály, ha bármi történik is, az teljes anonimitás. Tehát, hogyha könyörög a másik, se számolok be róla, hogy használtam, nem használtam, felépültem, nem épültem, hol vagyok, náthás vagyok-e, mert ez nem az a tér. Tehát, hogy ez sokkal inkább használja azokat a nonverbális, meg egyéb eszközöket, ahol erre nincs energia, hogy erre kitérjünk, és hogyha nem kell azon gondolkozni a kollégának, hogy na most elmondjam, most az egyszer elmondom, ez szerintem hasznos, hanem egy kicsit kőbe van vésve, hogy nem, nincs, akkor, és erről sokféle lehet a titoktartástól, a kit vonok be, hogy mit érdemes, és akkor igen, lehet szigorú, meg lehet ajánlás is, tehát hogy én hasznosnak tartom ezt speciál. Köszönjük szépen! És akkor most szeretném megkérni Szemjáci János pszichiátert, hogy beszéljen egy kicsit az ő tapasztalatairól, aki saját bevallása szerint napi 24 órában már online terápiát folytat, és teljesen függővé váltettől. Köszi, Péter, köszi. Hogy Janó, téged már hajnali kettőkor is lehet keresni, igaz? Az már régen is így volt. Na, szóval, hogy amik... Érdeklődéssel hallgattam, amiket mondtatok. Ezek így nagyon jók, nyilván nálunk is van egy csomó hasonló, meg egy kicsit így máshogy is. Hogyha mielőtt ugye a saját terápiás tapasztalataimról beszélnék, néhány szót mondanék az Inditról. Nyilván az Indit itt sokféle, alacsony küszöbtől a rehabokig, és egy kicsit máshogy működnek attól függően, hogy milyen típusú ellátást biztosítanak. Az alacsony küszöbben ott nyilván nagyon kicsi az online lehetőség. Korábban beszéltünk már itt akár ennek a konferenciának kapcsán arról, hogy majd hogyan kellene akár ezekről a problémákról is beszélni. Tehát például a nappalikba ott továbbra is fennáll valamiféle személyes beérkezésnek a lehetősége, hogy ott tudjon valaki akár fürdeni, akár mosni, tehát hogy ilyen dolgok azért valamennyire továbbra is vannak. Nyilván a tűcsere, bár van automatánk, de azért ennek van jelentősége, valaki szubstitúciós gyógyszerért, bulnexoért, szuboxonért, metadonért érkezik, akkor nyilván itt van a
nappalikban is, de a drogambulanciákon is erre lehetőség. És hát tulajdonképpen amúgy meg, amit a Gergő meg Bajzi mondott, hogy igen, a kliensek nagy része általában az online-ra megmaradt, továbbra is elég sok jelentkezőnk van, mondjuk csökkent a szám, így az ősszel, évelején, mi az indítva, most ha a drogambulanciát mondom, csak a Pécsit, ahol egyébként én ott így dolgozok is orvosként, akkor volt olyan hét, hogy 20 új kliens jelentkezett itt januárba, februárba, de mondjuk átlagban egy olyan 10-12 mindenképpen jött, most körülbelül fele, tehát egy 5-8 ember jelentkezik hetente, elterelésre is jönnek meg, elterelés nélkül is van igény. Többnyire érdekes módon a gyógyszerfüggők azok, akiknek hirtelen így elakadtak a pályáik. Egyrészt azért, mert ők mondjuk úgy íratták fel a gyógyszert, hogy 10 orvoshoz jártak, és pénzért, de felírta nekik a Rivotrilt, Xanaxot, Tramadolt, stb., és ez most így gyakorlatilag nem lehet orvos járni. A másik, hogy mondjuk a pécsi piacon szerezte be a gyógyszerét, és a piac az most nyilván szintén ezt a gyógyszerárusító lehetőséget, ezt most így nem tudja működtetni, úgyhogy például ez egy komoly probléma, úgy tűnik, hogy alkohol az még így rendelkezésre áll. Érdekes mondani, a serkentőszerek azok így jobban vannak, tehát valószínűleg a szórakozó helyek, amelyek felszippantották korábban a amfetamint, ecstasyt, kokaint, azok most így nem szippantják fel, és gyakorlatilag ez így azért a piacra zúdult. Az opiátban is inkább azt látom, hogy a kábító fájdalomcsillapítóval élő kliensek azok, akiknek itt komolyabb problémájuk lettek. Tehát, hogy tulajdonképpen megy online a terápia, az e-recept lehetőség miatt tudunk gyógyszert is írni, sőt, ilyen szempontból az valóban egy érdekes dolog, hogy ugyan itt beszéltünk, hogy akkor földrajzilag, vagy elhangzott, hogy földrajzilag azért az emberek ragaszkodnak a helyi terapeutákhoz, de azért elég sok megkeresésen van, ami én Győrből, akár Miskolc környékéről, Szolnok, tehát hogy vannak kliensek, akik így jelentkeznek, nyilván valami régi kapcsolat miatt, de hogy így elérnek, gondolkodunk együtt, írok gyógyszert, tehát hogy ezek a folyamatok azért mennek. A rehabok azok, amelyeknél itt ugye kérdés, hogy akkor a rehabok hogyan állnak, és hogyan vesznek fel, hogyan nem. Egy olyasmi formát próbálunk megvalósítani, hogyha a kliens akár otthonában, akár valamilyen detoxifikáló kórházban a 14 napos karantént tudja megtartani, és akár ha van teszt, az még egy plusz segítség, hogy akkor még készülhet teszt, hogy nem vírusfertőzött, akkor tulajdonképpen, hogyha ez a karantént kitöltötte, akkor tudunk felvenni. Tudom, hogy ebben a rehaboknál itt van, ahol akik jobban félnek, vannak, akik kicsit bátrabban vesznek fel, és annak ellenére, hogy a finanszírozás, ugye az egészségügyi intézményekbe jött ez a rendelet, hogy az elmúlt 3 hónap átlag finanszát kapják meg az egészségügyi intézmények, a szociálisokat, azokat így ilyen hír nincsen róluk, de a rehabok ilyen szempontból akkor is nagyjából biztosított a finanszírozásuk, hogyha éppen kiürülnek, bár nyilván ez egy kérdés, egy terápiás közösséget, hogy lehet üzemeltetni 2-3 klienssel, meg hogy mi lesz fél év múlva, amikor a járvány feloldódik. Na, és akkor egy picit talán az ilyen terápiás munkával, hogy igen, alapvetően főleg pszichoterápiás munkát csinálok az elmúlt időszakban is. A drogambulancián is vannak egyébként olyan kliensek, akik éveken keresztül teljesen rendes, szabályos pszichoterápiás formában, mondjuk hetente egyszer 50 percben járnak, és akár 2-3 éve éves terápiák is vannak. Egyébként itt talán felvetődött korábban, nem is tudom már melyikötök mondta, hogy talán Gergő, hogy milyen hosszan maradnak meg a kliensek, és hogy hogyan lehet őket megtartani, és hogy ez az online tér ilyen szempontból mennyire más. És hát igen, más. Szóval egyrésztről az nyilván egy érdekes, hogy volt ilyen pszichiátriai pszichoterápiás fórumon már beszélgetés erről, hogy mondjuk a szorongó kliensek hogyan vannak, hogy akik korábban szorongásos problémákkal jöttek, azok most azt teszik észre, hogy mindenki szorong kicsit,
és ettől jobban lesznek, vagy rosszabbul. Azt gondolják, hogy akkor tulajdonképpen mindenki szorong egy picit, tehát ők nem ütnek el annyira a tömegtől, és akkor ez csökkenti a szorongásukat, vagy azért rájuk is hat ez az egész járvány, meg a bezártság. És egy kicsit én most oda kapcsolnék vissza, hogy még a terapeutákra hogyan hat a járvány, a karantén, az ezzel kapcsolatos szorongás, és hát amennyiben a terapeutának a legfontosabb munkaeszköze az a reflektív kapacitás, akkor azt gondolom, hogy igen, a reflektív kapacitás az tud egy kicsit sérülni, akár azzal, hogy otthonról dolgozunk, tehát ilyen szempontból tényleg fontos lenne az, hogy az ember otthonról dolgozik, akkor próbáljon megteremteni valami olyan közeget, amire azt mondja, hogy ez most a munka. Én most éppen itt a lakásunkban volt egy ilyen raktár, amiben ide be volt haigálva minden régi holmi, és akkor ebben most ide betettünk a Kata feleségem és pszichológus, hogy is dolgozik itthonról, most akkor ide bepakoltunk egy ilyen kis pultot, meg széket, meg áramellátást, hogy akkor azt mondjuk, hogy akkor elmegyünk a munkaszobába, a dolgozószobába, és akkor gyakorlatilag onnan beszélt, hogy egy kicsit próbálja az embert elkülöníteni, illetve ne vonjon el a figyelmét valami más. Aztán, hogy nyilván van egy csomó olyan információ, amit korábban, főleg mondjuk szerhasználó kliensek kapcsán, akár az intoxikációnak az apró jeleit, az elvonásnak az apró jeleit, egy készfogás kapcsán mondjuk egy izzadt tenyér, egy nagyon picit remor, amit esetleg így képernyőn nem annyira veszek észre, a betegnek, a kliensnek, a paciensnek a szaga, hogy így, mit tudom én, az alkohol például azért tud elég információt adni. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ezek most nincsenek. Azt teszem észre, hogy egy picit talán azért fárasztóbb ez a munka, mert hogy valahogy sokkal jobban jelen kell lenni, amikor ilyen személyes közegben vagyunk, akkor például nagyon-nagyon fontosak a csendek. Csak úgy ott ülünk, és elhangzik egy kérdés, gondolkodik, válaszol, én nem kérdezek egyből, ezek fontosak. Most, amikor itt vagyunk ilyen telefonálós közegben, akkor itt az embernek valahogy nagyobb kényszere van, hogy állandóan beszélni kell, és ha csöndben vagyunk, akkor nem tudjuk, hogy most azért van csöndben, nem tudjuk, hogy melyikünk szólaljon meg, vagy tényleg ilyen kivárásokban vagyunk. Tehát, hogy valahol azt gondolom, hogy a motiválás kapcsán az, hogy a kliensnek valahol az a segítése, hogy ő így hogy szánja rá magát dolgokra változások, és ezt hogyan jelzi vissza, abban látok a különbséget, de azt gondolom, hogy amúgy meg nyilván egy kicsit talán intenzívebb verbális kommunikációval, vagy akár tényleg gesztikulációval, de sok dologban meg szoktam is időként hangoztatni, hogy azért olyan hatalmas nagy különbség meg nincsen, mert hogy tulajdonképpen azok az információk viszont, amit elmond, amit kimond, amit megfogalmaz, amit akkor átfogalmazok neki, azok meg tulajdonképpen ebben a térben is át tudnak jönni. És talán még egy mondat, aztán nagyjából, akkor mondtad, ez az 5-10 perc, akkor itt még beleférek, hogy erre, ezt talán még Gergő mondta, és egy kicsit azt így kiemelném én is, hogy mennyire vagyunk egyedül, tehát hogy akár az ilyesfajta együttgondolkodások, konferenciák, szupervíziós lehetőségek, kollégákkal való együttgondolkodások, azok így mennyire fontos, és mennyire közben itt néha próbálnak írni, visszajöttem. Tehát, hogy mondjuk ezek a lehetőségek, ezek így mennyire fontosak, és mennyire értékelődnek fel, hogy igen, azt gondolom, hogy talán ez fontos, hogy erre figyeljünk, hogy akár formálissá tegyük ezeket a fajta szupervíziókat, stábüléseket, közös gondolkodásokat. Köszi, ennyi. János, ti csináljátok online szupervíziót is? Hogy arról még nem beszélt senki, hogy esetleg arról is tudnál valamit mondani? Gyakorlatilag nekünk egy ilyen stábszupervíziónk van minden héten az ambulancián, kedden délelőtt, és akkor gyakorlatilag ez most egy ilyen Skype-on szokott az ambulancia dolgozói körre összejönni, amiben hát talán tulajdonképpen nem is annyira a hagyományos szupervíziós formában. Nyilván az a fajta csoport az egy picit máshogy van, de valójában tartjuk ezeket a kedd 9 órákat, és,
és beszélünk, illetve akár itt a személyes munkám során is az ilyen két személyes szupervízió, hogy az ember kollégájával konzultál bizonyos esetekről, és kér tőle segítséget, tanácsot, azok talán gyakoribbak, mint amikor egyébként van lehetőség gyakoribb személyes találkozásra a kollégákkal úgy általában. Köszönjük szépen! És hát akkor végül, de nem utolsó sorban Varga Dániel fog nekünk egy kicsit beszélni, akik ugye elsősorban a Konkáv Egyesületnél kis kamaszokkal foglalkoznak, és Dani, ha jól tudom, akkor most éppen dolgoztok egy ilyen új online elérési projekten. Hallasz minket? Igen, sziasztok, Varga Dániel. Most nagyon halkan hallak. Igen? Halk vagyok? Igen. Valami nem beszélsz a mikrofonba, vagy? Hát, vagy nincs is mikrofon. Így milyen a helyzet? Így sokkal jobb. Jó, szóval, hogy mi a ez a Konkáv közösségi tér és prevenciós műhely, ahol amúgy most is vagyok, bejöttem, hogy egy kicsit élvezzem a saját helyünket, amely dolgozni nem lehet, és mi alapvetően két dologgal foglalkozunk, az egyik az, hogy mi közösségi térként vagyunk, a másik pedig ugye, hogy drogprevenciós munkát végzünk. Most egy picit beszéljünk a közösségi tér részéről. Ugye mi 13-án, most már több mint egy hónapja bezártuk a közösségi téret, gondolom, nyilván ezt nem lehet csinálni, nem lehet közösségi térbe bejönni, és egy hét sok után átálltunk egyfajta online működésre, hogy mit jelent ez. Megpróbáltuk minden lehetséges fórumon eljutatni a gyerekekhez azt az információt, hogy lehet minket hívni, meg lehet nekünk írni Facebookon, meg Instagramon, meg minden formában. És elég intenzív jelenlétet kezdtünk el, vagy eddigén is még intenzív jelenlétet kezdtünk el csinálni. Csináltunk egy dedikált telefonszámot, tehát felkészültünk arra, hogy tudjunk fogadni megkereséseket ebbe az ilyen alacsony küszöbű ifjúsági munka jellegű tevékenységben. Na most ennek a, most már nagyjából ilyen 3 hétnek az a tapasztalata, hogy a gyerekek maguktól nem jelentkeznek. Semmilyen megkeresés nem érkezik, se telefonon, se cseten, egyik helyen sem a gyerekektől. Viszont az összes olyan korábbról meglévő kapcsolatunk, és ez szerintem részben rímel is azokra a dolgokra, amik korábban is elhangzottak itt a terápiás kapcsolatokat tekintve, hogy a korábbról létező kapcsolatok, azok viszont abszolút működnek, tehát azokra a gyerekekre, akikkel korábban is cseteltünk, amikor amúgy találkoztunk minden nap itt bent a Konkávban, de volt egy ilyen csetes működés is, azokra a gyerekek amúgy meg is kerestek minket, meg ha rájuk írunk, akkor válaszolnak, tehát ott velük tökre jól működik egy ilyen munka. És hogy ez nagyon, nagyon érdekes tapasztalás volt itt az elmúlt 2-3 hét alatt, hogy ez a hogy vagy mi van veled, hogy bírod a karantént, ez hát azért ez eléggé szűkre szabja a kommunikáció lehetőségét, de nem lehet sokáig beszélgetni, hogy valami témát kell beletenni, de igazán de nagyon nehéz megtalálni ezzel a... Tehát, hogyha nincs egy terápiás kapcsolat, itt a két szereplők, nem lehet csak úgy csetelgetni, hogy mi van veled, mi történik. Tehát ez egyszerűen nem működik. De hogy viszont óriási szükség van hagyományos szocmunkára, és hogy most alakult át mi életünk, nagyjából mostanra lehet ezt elég jól látni, hogy mi itt a 9. kerületnek amúgy létező szocmunkás csapatát kezdtük el kiegészíteni a magunk eléréseinek köszönhetően, és egyszerűen azzal foglalkozunk, hogy a lehető legszélesebb spektrumban intézzük mind a gyerekeknek, mind pedig a családoknak a szociális problémáit. Ami egy nagyon érdekes dolog, hogy volt egy olyan elképzelésünk, hogy majd fogunk tudni a gyerekeknek online tanítani, online segíteni a tanulásban. Ugye ez a digitális tanrendet majd akkor mi hónunk alá nyúlunk. Ez nem lehet, egyáltalán nem működik, ezer oka van ennek. Például nincsenek, semmilyen eszközük nincsen, amin tudnának, nagyon sokaknak nincsenek eszközeik, amin keresztül tudnának tanulni, vagy nincs is maga ez az egész digitális tanrend dolog, ez hát ez sok
iskolában ez inkább nincs, mint hogy van. És hogy olyan, olyan akadályokba lehet ütközni, hogy mondjuk a gyerekek nem tudnak billentyűzetet használni. Mert hogy az elmúlt években nem nagyon találkoztak billentyűzettel, ugye csak telefont nyomkodtak. És hogy, hogy ezeket a problémákat kell valahogy áthidalni. És tudom, hogy ez elég retrográd, amiben most mi belekezdtünk, de nektek itt ebben a szűk szakmai körben elmerem mondani, hogy mi személyes találkozásokon alapuló fizikailag létező tanuló sarkot kezdtünk el a héten létrehozni, azaz, hogy a fertőzés veszély minimalizálva, de mi fizikailag találkozunk a gyerekekkel, egy-egy családnak a gyerekeivel, nyilván külön időpontban, és hogy elkezdtünk tanulni a gyerekekkel, mert hogy, mint kiderült sok esetben, 3 hete semmit nem csináltak, és nem is tudnak csinálni semmit sem, és azt gondoljuk, hogy olyan óriási lemaradás van, hogy ez egyszerűen egy behozhatatlan hátrány, hogyha nem kezdünk a gyerekekkel dolgozni. És nagyon röviden még a drogprevenciós részére is hadd reagáljak, hát ezt nem kell szerintem túragozni, ezek most nem azok az idők, amikor 15-en beülnek a köztes átmenetek kiállításba, és megbeszéljük azt, hogy hogy is megy a drogozás, úgyhogy ez nincs, és hogy nekem nagyon egyre inkább életező aggodalmai vannak, hogy lesz-e még valaha, vagy mondjuk a következő egy évben lesz-e ilyen az, hogy mi összeülünk egy kis térben és egy ilyen meghitt közelségben 15-en beszélgettünk egymással arról, hogy ki hány adánál. Köszönjük szépen, ez is egy érdekes szempont volt, amit mondasz, hogy gyakorlatilag azért megvannak itt, úgy látom, az online kapcsolattartásnak, meg segítésnek a korlátai is, tehát hogy vannak olyan kliensek, ahol ez nem fog működni, és hogy ott igenis azért szükség van a konkrét személyes találkozásra. Aztán persze, hogy ez, nem tudom, ezt ti hogy látjátok, hogy nem tudom, van egy ilyen, vagy a maszkokat hordtok ilyenkor, amikor a gyerekkel vagytok, vagy ezt ti bevállaljátok, ezt az egész kockázatot így magatokra nézve? Elég intenzív belső feszültségeket gerjesztő dologra kérdezel rá. Egy kicsit így belesodródtunk ebbe a dologba, de hogyha már benne vagyunk, akkor nyilván ez a maszk, távolságot próbálunk tartani, szellőztetett szobákról van szó, állandóan mindent lefertőtlenítünk, és hogy egy családnak a gyerekei lehetnek egyszerre jelen. És akkor ez most az elképzelés. De hogyha május 4-én lehet érettségit tartani, akkor szerintem nem mi vállalunk óriási rizikót most ebben az országban, hanem ennél magasabb rizikófaktor is van. Jó, hát köszönöm szépen mindenkinek, aki elmondta a tapasztalatait, és akkor most jönne az a rész, amikor mindenkinek lenne lehetősége elmondani a tapasztalatait. Ha látjátok, hogy van egy ott, hogyha látjátok az embereknek a listáját ott jobb oldalon, akik így részt vesznek ebben a beszélgetésben, akkor ott van egy olyan is, hogy felemelni a kezedet. Most például én felemeltem a kezem. Tehát, hogy így lehet egyébként jelezni így, hogyha valaki hozzá akar szólni, de hogyha valakinek ez nem sikerül, akkor csak szóljon, és akkor tud kérdezni, vagy hozzászólni. Kinek lenne valami hozzáfűzni valója? Annak is örülnénk persze, hogyha ti mások, tehát már többiek is megosztanátok, hogy titeket hogy érint ez az egész járvány. Senkinek? Van egy jelentkező. Ja, akkor ezt én nem látom, csak a Takács Pisti. Én alkoszomosoktól szeretnék kérdezni, hogyha lehet. Persze. Nálunk évek óta működik az online tanácsadás különböző formákban, és mindig is pöltyögött, attól függetlenül, hogy hirdettük, de azért volt mozgás, és akkor arra számítottunk, hogy itt ebben a pár hétben ez növekszik, de ez nem így lett. Nagyon aktívan ott vagyunk a Facebookon, mindenféle poszttal próbáljuk bevonni a klientúrát, nem igazán tudjuk úgy bevonni, ahogy szeretnénk. Nagyon nagy kérdés tőletek, hogy
azokat a alkalmazottos tevékenységeinket, amelyeket le kellett állítani, például a megkereső program, buliság és a többi. Ennyik lényest nyilván nem fogunk tudni bevonni, mint amit azzal be tudunk, de ti ezt hogy csináljátok? Vagy hogyan fogunk elszámolni az SZDF-et? Nem tudom, van egy SZDF-es, nagyon érdekelne. Hogy lesz az egész? Itt eltelt 3-4 hét nekünk is, amióta főleg home office-ban vagyunk, és próbálunk online meg mindenféle módokon, de nyilván nem úgy megy. Ti ezt hogy fogjátok megoldani szerintetek, vagy mi az, amit javasolnátok nekünk, miértünk egyesületnek? Ki szeretne reagálni? János? Igen, csak mikrofonomat kerestem. Hát igen, tulajdonképpen ugye az egészségügyi intézményeknek mondtam, hogy ott volt szó erről, hogy akkor ott ők megkapják az elmúlt három havi átlag árat, amit a jelentések alapján megkaptak. Hát a szociálisoknál ezt tulajdonképpen nem tudjuk, főleg ugye azért, mert a szociálisoknál ott egy csomó olyan azt mondják, hogy akkor azok zárjanak be. És hogy akkor annak ellenére, hogy ezt nem gondolom, tehát hogy nyilván nem akarok most itt nagyon messzire menni, hogy hogyan működik itt az egész magyarországi járványvédelem, vagy hogy a krónikus betegekkel, ugye itt ez egy nagy vita most aktuálisan, hogy a Országos Rehabilitáció Intézetnek a vezetőjét leváltották, hogy mit gondolunk a krónikus betegségekről, a rehabilitációról, tehát hogyha azt mondjuk, hogy a koronavírusban hivatalosan 10-15 ember hal meg naponta, a békeidőben az alkoholba 25-30 hal bele, akkor még koronavírus kártékossága, mintha nem érte volna utol az alkoholt. Tehát, hogy nyilván ez egy nagy kérdés, hogy tényleg a szociális rendszert azt most így fel kéne számolni. Nincs, tehát, hogy nem tudom, Andi, hogy ebben mi a jó, vagy hát nyilván a többieknek is válaszolok. Nem tudom, hogy ez pontosan hogyan lesz. Egyelőre még gyakorlatilag szerződések vannak, például a közösségibe, vagy a nappaliba. Nyilván, hogy a online elérés, vagy akár nem csak az intézményen belül találkozáskor is, ha a kliens megvan, akkor azt mondjuk, hogy ő megvan. Az alacsony küszöbnek az elszámolása, itt a buli segélyt említette, vagy akár elérő programokat, az meg tulajdonképpen az elmúlt időszakban sem ilyesfajta teljesítmény fókuszúan ment, mint mondjuk a közösségi meg a nappali. Tehát én azt gondolom, hogy ezek valószínű, hogy akkor ugyanúgy mennek, mintha mi sem történt volna. Inkább nyilván az a kérdés, hogyha mondjuk a szerződéses kliensek elfogynak, mert például nálunk is látjuk a Spécsen, hogy a hajléktalanként élő kliensek számára a hajléktalan szállók azt mondták, hogy kvázi karantént csinálnak nekik bent az intézményekbe. Ha kijönnek, akkor többet nem mehetnek vissza. És van néhány olyan kliensünk, aki ezért azért amazért drogért, gyógyszerért kiszökött, és tényleg nem engedték vissza, és ők most valóságosan az utcán vannak. És nyilvánvaló, hogy egy hajléktalan ellátó a klienst így magához rántja, akkor a Kenyszi szerinti jelentésbe mindig ő jelenti le. Tehát akkor ez egy kérdés, hogy tud-e a szenvedélybeteg ellátó magának új klienst találni a hajléktalan ellátó által magához rántott kliens helyett. Hát ebben mindenképpen próbálkozzatok, de azt gondolom, hogyha bármilyen kontaktus történik a klienssel, akkor azt írjátok be úgy, mint egy abban a hónapban egy konkrét ellátás. Nem tudom pontosan. Ez köszönöm. Így segített? Igen, köszönöm. Oké. Esetleg valakinek még van kérdése hozzáfűzni valója? Nekem volna, Gál Erzsébet. Én egy megyei kórházban dolgozom, 2000-es pszichiátriosztályon, ahol volt egy addiktológiai részlegem, és csináltam rehabilitációt. És mindezt a programot, és ez meg lett szüntetve. A 200 ágyon csak akut felvétel van, és van benne 80-90 beteg. Sok betegem jelentkezik telefonon, tehát én is szakrendelek, felteszem a felhőbe a recepteket, meg telefonon leírom a gépbe, hogy járványügyi helyzet miatt telefonon konzultálunk, de új beteg felvétel csak sürgős esetben van. Tehát ez a nehéz nekem, hogyha megvonási tünetei vannak,
vettem fel megoldási tünet nélkül is beteget, amit most nem tudok megcsinálni, vettem fel tünetem kívüli beteget is, amit szintén nem tudok megcsinálni. Nincsen csoport, bent az osztályon, tényleg csak lézengünk is pszichiáterek tulajdonképpen. Van leállás, most én is szabadságom vagyok, most telefonáltok, hogy jövő héten leállásom vagyok, és akkor ilyen két heti váltásban dolgozunk, mert hogy ki van üritve a kórház, várjuk a betegeket, hogy nincs tulajdonképpen. Hát köszönjük, ez nem egy biztató helyzet, de mondom, ez nem kérdés volt, hanem inkább csak elmondtad, igen, hogy ez. Igen, igen, ilyen helyzet. Igen, hát köszönjük. De azért erre csak egyet még mondhatnék, Erzsének egy kicsit csak reagálni, hogy nézd, ha hát egy kicsit a rehabbal is ugye ez a helyzet, hogy a rehabban most veszünk-e fel új embert, vagy nem. Szóval, és én is mondtam, hogy a mi pszichiátriai klinikánk is azt mondta, hogy itt mondtam, tehát tulajdonképpen nekünk a Pécsen a fekvőbeteg hátteret, azt a pszichiátriai klinika biztosítja. A pszichiátriai klinikán 52 ágy volt, abból 25-öt elvittek fizikailag. Tehát, hogy fele lett az ágy darab, és azt mondják a pszichiátriai klinikán, hogy csak azt a delirálót küldjük be, aki már esetleg másnapra meghal, vagy olyan közveszélyes, ön és közveszélyes drogindukált a pszichózist, akivel tényleg nem tudunk az utcán mit kezdeni, de őnek is nagyjából az a terápia, hogy felenyomják gyógyszerrel, kap egy depót a fenekébe, és 3 nap múlva már kint van, és kezdjünk el vele dolgozni. Ettől jobb talán a helyzetünk. Egyik betegen felhívott, hogy be akar jönni, mondtam neki, hogy csak józanon jöjjön be, remegjen, és nagyon panaszkodjon. Két nap múlva találkoztam, és mondtam, hogy látom, sikerült. Azt mondta, hogy igen, köszöni az infót. Igen, tehát, hogy körülbelül igen, ezeket lehet csinálni. Hát, akkor 200 ágy volt. 200 ágyban, és most itt van már 90 beteg tulajdonképpen. Hát, hogy annyi csak, hogy nyilván, hogy súlyosabb súlyosabb tüneteket írok rá, és azt mondom, hogy hát ez kvázi már akut volt, mert hogyha nem iszik, akkor másnapra úgyis olyan állapotba kerül, tehát tulajdonképpen ezt megelőzhetem. Hát ezért mondom, hogy egy kicsit ilyen agyament ez a magyar vírus járványügy, de hát... Szóval, és ha például te felvetted a klienst, és ott volt nálad valamennyi, és azt mondod, hogy azért a csoportnak, hogy meddig maradhat bent, az kérdés, akkor ha mondjuk nálad bent van 2 hétig, és akkor azt mondod, hogy 2 hét alatt nem lett beteg, nagyjából egy 2 hetes etapban az elvonás tüneteken, hogy nagyjából túljutok, akkor azt gondolom, hogy ilyen klienseket, akár rehabokat meg lehet kínálni azzal, hogy ott van bent, 2 héti karanténban volt, szeretnél a további terápiát, melyik rehabba megy. Igen. Köszönöm. Köszönjük. Gergő, akartál valamit mondani? Hallasz minket? Igen, igen, itt vagyok. Hogy viszonylag most én abban a helyzetben vagyok, hogy főleg ilyen 2-es diagnózisú kliensek járnak hozzám, és már volt visszajelzés klienstől, hogy a pszichiátriai gyógyszerét nem igazán tudja kiváltani, mert antidepresszáns hiány van, vagy abban a dózisban nem elérhető, amiben fölírja az orvos, akkor föl kell el receptbe írni más dózisba, akkor a nem tudom, 8.-10. patikába tudta kiváltani, vagy a kérdés az arra vonatkozik, hogy kinek milyen tapasztalata van arról, hogy az ilyen egyéb diagnózissal futó kliensek, ők így hogy vészelik át most ezt a helyzetet. Hozzám is állnak 2-es diagnózisú betegek. Hát a patikák, ugye most mindenkinek fel kell 3 hónapra a receptet, hogy akkor biztos, hogy legyen, sokan aggódnak, hogy nem lesz, és a patikáknak elvileg meg kell rendelni a gyógyszert. Tehát van, akinek 2-3 napos átfutási idő van a gyógyszerre, és hogy tehát fontos, hogy ne maradjanak ki a gyógyszerek, a pszichiátri gyógyszerek a szenvedélybetegeknél sem, a 2-es diagnózisoknál, mert akkor tehát rosszabb lesz az állapotuk, és akkor felvétel lesz szükséges. Tehát valahogy ezt a gyógyszert mindenféleképpen kell megoldani. Mi sok beteget elbocsátottuk, és küldtük a területi gondozóba, és az a nehézség, hogy a területi gondozó nem ismeri, nem látja a zárójelentését, és nem írja fel a gyógyszert. És így mi meg azt csináljuk, hogy bárki, aki betelefonál, és benne van a rendszerben, tehát a számítógépes rendszerünkben, azoknak föl tudjuk írni a gyógyszert, mert mi már láttuk azt a beteget. Látjuk a zárójelentését.
és a más szakrendelők pedig nem látják, és ebből mi elég sok betegnek írunk fel gyógyszer telefonon. Telefon megkeresés után. Talán annyi még, hogy itt a Gergő kérdésére, hogy mi próbálunk a patikával előtte egyeztetni. Tehát, hogy akár mondjuk depót vagy antipszichotikumot írunk, akkor alapvetően van néhány olyan patika a városban, amivel azért így vagyunk kapcsolatban, vagy hogyha a kliens jön máshol van, akkor azt mondjuk, hogy számítson arra, hogy úgy jöjjön gyógyszerért, hogy egy-két nap még legyen a gyógyszeréből, és szóljon a patikának, ahova ő szokott járni, hogy ezt hozassák meg, akkor meghozzák. De ott például a Pécsen a drogambulanciától van 100 méterre egy patika, átszólunk, azt mondjuk van-e, azt mondják, nincs, mondjuk akkor holnap felérjük, vagy akkor felérjük, és akkor holnapra szerezzenek be. Tehát lehet, Gergő, hogyha akkor így a kliensnek ez még egy plusz segítség, akkor azt mondod, hogy akkor mit van egy konkrét patika, ami rendelje be a gyógyszereket, amiket ti írtok, és oda járjanak. Szóval lehet, hogyha ott a környéken van patika, akkor azért érdemes egy ilyen egyeséget kötni, vagy jutni, vagy szóban nyilván. Szubstitúciós gyógyszerekből nincs hiány most, ugye? Tehát az rendben van. Hát igen, most a legutóbb a metadon az van, a Suboxonból, a Bulnexo Suboxon az megint úgy tűnt, hogy nem volt egy héttel ezelőtt, másfél héttel ezelőtt. Nem fogjátok elhinni, hogy mi történt. A Hungárok Farma hozott most egy Suboxont, volt a raktárban, de nem adták ki. És kiderült, hogy a gyártók érte most vagy Skóciába gyártják, vagy Franciaországban, nem tudom, de hogy Braille-írással nem tették rá a pontokat, hogy a vak szuboxonosok is megtalálják a sok aspirines doboz között a szuboxon. Aztán ezt egy két nap alatt sikerült, elhárítani, és a másik hír, hogy ugye aki a folyékony metadon gyártja a missziót, az a szkopjai makedon, észak-makedon alkaloida, ők, ha minden jól megy, akkor május elejétől fogják a Bulnexot Magyarországra behozni, és akkor elvileg, hát reméljük, akkor ez az ellátás, ez így kevésbé lesz probléma, illetve talán még annyi, hogy itt az elmúlt két évben felmerült sokszor, hogy akkor a metadont lehet a receptre írni, és úgy tűnik, hogy most egészen jól állok már az emivel való egyezkedésben, és az extraktum formával, a tablettás metadon gyártójával is, és az alkaloidával is, hogy akkor némi apró változtatás a gyógyszer leíratban, ezt ha beadják az emi felé, akkor úgy tűnik, hogy egész jól állunk abban, hogy lehessen receptre szubstitúciós, mindenféle szubstitúciós gyógyszereket írni, akkor az segíthet abban, hogy nem csak ilyen nagy centrumokban lehet hozzájutni a gyógyszerhez, hanem mondjuk egy vidéki gondozóhoz közel lakó szubstitúcióra szoruló kliens is oda tudna menni. Akkor ez megint egy olyan dolog, hogy a válság egyben lehetőség, hogy megváltoztassunk bizonyos. Igen, mondjuk egyébként ez februárban még mielőtt itt berobbant a válság, már úgy tűnt, hogy egész jól jutottunk előre. Most tulajdonképpen ehhez nem kell személyes találkozás, alapvetően mindenki dolgozik, hát meglátjuk, hogy hogyan ér ez a dolog, de úgy tűnik, hogy akkor most az EMI részéről van egy ilyen pozitív hozzáállás ehhez a receptes sztorihoz. Uh-huh. Jó, köszönjük. Van még esetleg olyan, akiben benne maradt kérdés, vagy tapasztalat, amit szeretne megosztani velünk? Én kérdezni szeretnék, ha lehet. Aha. A pszichiáter kollégáktól, hogy van-e valahol olyan fórum vagy lehetőség, ahol hozzátartozókat lehet irányítani, hogy akár megnézzék, elolvassák, vagy kérdést tegyenek fel arról, hogy otthon összezárva a kattogó, most csúnyán mondom, bekattant, vagy nagyon furcsán viselkedő hozzátartozóikkal, akik eddig nem otthon voltak, meg nem velük a négy fal között bezárva. És itt ugye a kettős diagnózisra is gondolok, vagy spontán az erősebb megvonásokra, vagy túltolásokra, mert hogy amikor minket hívnak, én bárkit meg tudok nyugtatni, de ettől neki nem lesz jobb, és nem fog feltétlenül adekvát információt kapni azzal kapcsolatban, hogy most aggódnia kell egész éjszaka, vagy mondjuk nem. Ha én válaszoltak először, aztán utána nyilván a többiek is, hogy azt gondolom, hogy a kezelőorvost keressék, tehát hogy nem feltétlenül vannak olyan fórumok, vagy hát legalábbis, hogy téged is keresnek, és tudsz, akkor ott meg tudod nyugtatni. Hát azt gondolom, hogy a hozzátartozókat
nyugodtan biztasd arra, hogy ha eddig esetleg nem keresték a kezelőorvossal, vagy a terapeutával a kapcsolatot, akkor most keresse, beszéljenek erről. Nyilván egy csomó olyan plusz tünetet lát most, amit korábban nem látott. Az is lehet, hogy a gyógyszer mellékhatása okozza ezt a kacogást, mert akatíziás, vagy ilyen pseudoparkinson tünetek miatt van egy furcsa állapotban, begörcsöl, megijed mindenki. Tehát azt gondolom, hogy ezt, tehát olyan csoportokról nem tudok, de mondjuk így a kliens, a hozzátartozók, vagy a vele együtt élők és a kezelő orvos szerintem jó, hogyha egy kicsit intenzívebben kommunikál egymással. A másik ötlet pedig a hozzátartozói csoport. Nagyon sok hozzátartozó elküldi a beteget, a páciens, hogy menjen önsegítő csoportba, de ő nem hajlandó menni. Most egy jó lehetőség erre, hogy akkor fölkeressen egy hozzátartozói csoportot online. Rengeteg online csoport van, ahogy mondta Marzár is, tehát az Alanot is föl lehet keresni. Lehet róla olvasni. Igen. Én inkább arra gondoltam, amikor így a skizofrénia, vagy tehát azok egy kicsit, ami egy kicsit ijesztőbb ott, de hogy igen, ez is. Köszi. Oké. Jó, van esetleg még kérdés, vagy hozzászólás? Egy kérdésem lenne. Jó. Szó volt arról, hogy csoport online formában, és Sándor mondta, hogy igazából ő nem csinálja. Nekünk most nyilván, meg gondolom, nektek is minden csoportunk leállt, családterápiától a minden csoportunk, hogy volt erre tapasztalatotok, hogy van-e, hogy ezt itt csináljátok, és hogy csináljátok. Igazából itt hosszú távon fogalmam sincs, meg gondolkodom, hogy akár még 2 hónap, hogy akkor ezt hogyan lehet jól csinálni. Hogy valami programot előfizetni, itt elhangzott az összám, talán ezt az umot, és akkor ebbe valahogy bevonni egy, megpróbálni, megcsinálni egy csoportot, nyilván teljesen más, meg hogy mit gondoltuk, hogy lehet, mondjuk egy konfliktus, agresszió, konfliktus kezelő csoportot, meg mindent leállítottunk, de jó lenne csinálni például. Vagy várjunk itt akár hónapokat? Mit gondoltok? Vagy ti hogy csináljátok? Gergő, van? Akarsz hozzá? Igen, mert én önismereti csoportot vezetek egy kollégával, és ott mi ezt az ilyen Jitsi Meet nevezett. Tehát csináltunk egy Facebook csoportot a csoporttagoknak, és akkor mindig az ülés előtt, vagy mi a csoport előtt egy ilyen 5-10 perccel elküldjük azt a linket, ahova éppen tudnak csatlakozni a csoporttagok. És hát talán egy ember jelezte, hogy ez neki így nem fekszik ebbe a formába, de ő amúgy is billegő csoporttag volt, és akkor ő kiszállt, de úgy tűnik, hogy ez keretelfogadható volt a mindenki számára, és lehet csoportozni online. Mit mondtál még egyszer? Mi volt a neve? Jitsi. Jitsi, és Meet. És miért azt használjátok, ha megkérdezhetem, mondjuk miért nem a Zoom-ot, vagy van valami oka, különösebb oka? Mert a Zoom-nak ugye csak a fizetős verziója nem dob ki 40 perc után, a Jitsi pedig ingyen, tehát korlátlanul ingyen használható. Nyilván, tehát hogy nyilván itt van egy ilyen kompromisszum, hogy minél olcsóbb egy termék, annál inkább a adataid bizonytalanságával fizetsz. Uh-huh. Bocsi, hát engem azért kérdezhetek? Persze. Mert hogy ez volt már az elején is nekem így, hogy azért mondjuk, hogy én egy csoportban vagyok, és ott van a társam, akkor terapeuta, akkor szembeülünk egymással, lássuk egymásnak a reakcióit, hogy a csoport hogy működik, milyen a dinamikája. Szóval, hogy ezt nem tudom valahogy úgy elképzelni, hogy ez ilyenkor hogy van, hogy egymásra hogy tudtok így reagálni, vagy hogyha többen egyszerre közbe beszélnek, vagy vitatkoznak, akkor hogy tudsz moderálni, vagy szót adni, vagy tehát, hogy egyáltalán ez hogy kivitelezitek. Ez a része érdekel, legalábbis speciál engem, mert egyébként, hogy Zoom vagy GC, szerintem tök mindegy, tényleg anyagi kérdése. Hát én azt vettem észre, hogy milyen, bocsak, hogy milyen szabályok vannak abban, vagy hogy vannak előírt keretek, hogy fölállhat-e, elmehet-e pisilni, ehet-e, reflektálhat-e, vagy, hogy egyáltalán, hogy gyakorlatban, hogy működik.
Egyelőre, tehát nem voltak ilyen keretszegések, úgy tűnt, hogy igazából mindenki, ami eddig volt a személyesbe a keret, hogy akkor nem ugrál minden vicek-vacak miatt, nem megy el, azt eddig is tartják, meg tehát nem vágnak egymás szavába igazából az emberek, hogyha van egy ilyen megakadás, akkor jön ez a mondta, nem mondta, és akkor így lehet ezen tanakodni. Annyi keretet hoztunk még, hogyha valaki így hirtelen eltűnne, vagy kimegy a szobából, akkor ott a közös chatbe írja be, hogy ő most miért tűnt el. Tehát, hogy és mindenki Facebook arccal van jelen? Aha, igen. Hát ez egy zárt csoport. Ja. De igen, ez egy fontos dolog, hogy ez egy zárt csoport. Szerinted egy hány emberig lehet ezt így menedzselni? Jól? Hát ez jó kérdés. 11-en vagyunk a csoportvezetőkkel együtt. Ez vihetőnek tűnik. Az elején, hát szokott lenni egy ilyen 10 perc, negyed óra bedokkolás, amíg az összes kamera beáll, meg akkor ott megy a szenvedés, vagy a technikai dolgokkal. Szóval egy kicsit ilyen lassabban indul be a csoport, de hogy van, hogy így közben is tudom engedni magam, tehát hogy van, hogy inkább csak becsukom a szemem, és akkor hallgatom. Uh-huh. Egyébként ez a moderálás dolog, ez végül is a Zoom-ban is azért egy viszonylag egyszerű, mert hogy ugye itt is tudod felemelni a kezedet, és akkor jelentkezel, és akkor ezt meg lehet mondani a szabályként, hogy aki beszélni akar, az előbb jelentkezzen, és akkor a host az egyébként le tud némítani embereket, végülis ezt lehet, igen, gondolom, ez a Jitsi-ban is úgy. Uh-huh. Ugyanúgy. Mert egyébként a Bajzitól kérdezem, hogy a segítő csoportban ott az emberek nagy része nem képpel van bennem arca, mert túl sokan vagytok, vagy mert az akkor már kivitelezhetetlen lenne, inkább csak... Hát ott nincs egy direkt előírás, tudod, tehát hogy van, aki le van némítva erre a mikrofon, tehát hogy csak az szólaljon meg, mert egyébként 40-50, múltkor, mint tudom, 60-valányan voltunk egy gyűlésen, tehát hogy én becsatlakoztam amerikai gyűlésről, több százan voltak, szóval, hogy és akkor nyilvánvaló, hogy csak annak, hogy ne legyen gerjedés, csak az van bekapcsolva, aki beszél, a többi nem, vagy akkor lehet egy megállapodás, hogy mondjuk azért annak a kamerája legyen bekapcsolva konkrétan, aki beszél, a többinek meg lenni, hogy ne legyen, meg a csoport elején mindig felolvassuk, hogy pont azért, hogy a kapcsolat legyen gyengülve, hogy minden egyéb utolszoftvert, alkalmazást neki kapcsoljon ki a gépén, hogy semmi ne roncsa le a net forgalmat, tudod. De hát ezek ilyen gyakorlati jellegű dolgok. Egyébként például én az, csak ha én csinálnék csoportot, akkor azt gondolnám, hogy ott lenne nálam a limit, amennyi mondjuk itt a Zoom képernyőjén egyszer egy ideileg látom. Mert hát, hogy úgy csoportozni, hogy nem látom a többinek, most itt nem is tudom, itt 4, 1, 2, 3, 4, 5, az 20, mondjuk az alapvetően is már azért túl sok, de olyan, egy olyan 12 ember, amikor egyszerre magamat és a társ terapeutát, meg a többi klienst is látom, úgyhogy nálam például itt lenne a limit, mondjuk, ha ez egy olyan jellegű csoport lenne, nem egy anonim gyűlés. Oké. Meg bocs, még eszembe jutott egy olyan szempont, és ez most itt láthatjátok, hogy a kislányom most is így van, fölvettem fülhallgatót, nem olyan nagy titok, tehát hogy nem hallhatta, de itt integet meg minden, nem tudom most sehol eltenni, mert hogy velem van, de hogy például ez egyébként ez egy ilyen, hogy ez egy ilyen létező nehézség, hogy tényleg megteremteni annak a lehetőséget a kliensnek is, hogy mondjuk egyedül legyen, mert nagyon nehéz, és ez tapasztalat, hogy mondjuk a kliens úgy beszéljen úgy a dolgairól, akár kapcsolati nehézségeiről, hogy a párja, akivel kapcsolatos a nehézsége, ez esetleg ott ül, vagy esetleg megvan az a félelem, vagy esetleg ő azt hallja, vagy hogy mit hal meg belőle. Tehát hogy azért úgy nagyon nehéz megteremteni azt a fajta intimitást, ami mondjuk kell egy ilyen konzultációhoz, vagy akár egy pszichoterápiás beszélgetéshez. Meg a másik, amit még valaki behozott az elején, talán teszepi, hogy na mindegy, nem tudom már ki, hogy tényleg összefolynak az, hogy egész nap itthon lenni, hogy próbálom az életemet struktúrába rendezni, hogy mindig ugyanaz megszokás, de hogy alapvetően így sokkal lazábban adok ilyen megszokástól eltérőbb, hogy mondjam, időpontokat, mert hogy mit tudom, én úgyis itthon vagyok, vagy hogy csak a sport dolgaimba ne ütközzön még, mit tudom én, tehát hogy valahogy jobban összefolynak valahogy
a napok. Tehát már múltkor van, amikor eszembe jutott, hogy tulajdonképpen úgysem megyünk se, akár lehetne szombaton is. És akkor a feleségem szólt, hogy na nem, szóval, hogy akkor biztos, hogy nem, bár ugyanúgy itthon ülünk, mint kedden vagy hétfőn. Ennyi. Igen, ez egy fontos szempont, hogy ez szerintem mindenkire jellemző, most így összefolyik egy kicsit a magánélet a munkával. Meg amikor a Szepi mondta ezt a szabályokat, hogy az egy szabály, hogy egyedül legyen a szobában, akkor nekem is az jutott eszembe, hogy oké, de mi van azokkal, akiknek ott a gyerek, és ott jön hova rakni. És meg akkor... egy szobájuk van esetleg, vagy másfél is. Szóval, biztos ideális, ha egyedül van, de hogy mi van, hogyha nem tudja megoldani, az egy elég nehéz helyzet. Igen, tudom, és ennek volt a még kegyetlenebb módszere, ha menjen ki az autóba, de ha nincs autó, akkor nem tudom mi. Tehát, hogy nyilván itt van egy rugalmasság kérdése, meg ezekben is, amit mondott a Bajzi, hogy igen, lehet, hogy meg kell tanulni úgy, vagy megoldani úgy, hogy nem fog a társam visszajelezni, vagy nem látom a reakcióját, vagy más módon. Nekem mondjuk van olyan kliensem, aki ilyenkor így minden hétfő reggel 8-9-től beszélünk 50 percet, és akkor útnak indul és sétál egyet a környéken. Tehát azt mondja, hogy neki ő nem tud sehol úgy lenni, de akkor ez a sétálás. És nyilván kicsit más, mert hogy közben megy, és éppen az utcán történik ez az, akkor elkalandoz, de alapvetően figyel, és már most már tulajdonképpen egy bő hónapja ezt csináljuk, úgyhogy esetleg mondjuk egy kinti séta közterületen, vagy leül egy parkba, tehát ha nincs autó, ha nincs egy külön szoba, akkor még egyet elmehet, és ha egy rendőr megkérdezi, hogy mit mászkál, akkor azt mondja, hogy éppen terápián van. Mondja rendben, ja, akkor bocs, akkor. Lassan le is jár az időnk, és én még azért azt mindenképpen szerettem volna megkérdezni minden résztvevőtől, hogy egyrészt, hogy hasznosnak tartjátok-e, hogyha lesznek így máskor is ilyen hasonló, ilyen szakmai online beszélgetések, és hogyha van esetleg olyan, akinek van témajavaslat, tehát hogy milyen témákat lehetne még feldolgozni, esetleg más szakterületekről kit lenne érdemes meghívni egy ilyen közös beszélgetésre, akkor azt jelezzétek nekünk. Ha nincsen senkinek több hozzáfűzni valója, nincsen? Akkor is... Annyit szerettem volna, hogy köszönöm szépen a lehetőséget. Nekem magamtól nem sikerült, bár kitöltöttem a kérdőívet, de a Dana segítségével. Én ugye Kőbányán vagyok KEF koordinátor, és ugye én pont a családsegítőben vagyok, nem önkormányzatnál dolgozom, bár alapvetően igazgatásszervező vagyok. Én azt gondolom, hogy ezeket az információkat mind magánszemélyként, mind KEF koordinátorként is tudom továbbadni a kerületben. Tehát nekem inkább hallgatóként, de nagyon hasznos volt, köszönöm nektek. Tehát mert ugye Ági nénék, Berezki Sándornék az emberbarátba ott. Tehát, hogy megvannak az információk, de ezeket jó is, hogyha összehozzuk. Tehát, hogy köszönöm szépen mindenkinek az infókat. Köszönjük. Köszönjük szépen, én is köszönöm mindenkinek, aki részt vett, meg aki beszélt is az elején, és akkor szerintem legközelebb majd kitalálunk megint egy újabb témát, mert még biztos, hogy lesz, és akkor ugyanilyen Zoom formában majd össze fogunk jönni rendszeresen, és akkor talán ez az egész karantén válság is könnyebben elviselhető lesz a szakemberek számára is. Köszönjük szépen, hogy jöttetek. Sziasztok! Vigyázzatok magatokra! Sziasztok! 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 Szia, Dani!